Sok szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket és minden érdeklődőt. Az előző alkalmakon az Úr imádságával kezdtünk foglalkozni. Most már a mai napon eljutottunk ehhez a mondathoz, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Tehát erről az egy mondatról fogunk beszélni. Arról beszélgetünk, hogy Jézus azt mondta az imádságában, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, tehát az atyát megszólította, és így kérte az atyát, hogy adja meg a mindennapi kenyeret. Ezzel megérthetjük, hogy az Úr a gondviseléssel kapcsolatban tanította imádkozni a tanítványait, hogy legyen meg a bizalmuk az Úr iránt, hogy gondoskodik róluk. Egyszer beszéltem egy emberrel, azt mondta, hogy mi szükség van erre a mondatra a Bibliába, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Nem tudom, akkor 7 forint volt kilója a kenyérnek, azt mondta, hogy hát van 7 forintom, és elmegyek a boltba, és megveszem a kenyeret, miért kell nekem ezért imádkozni? Persze, ez így van, hogy elmegyünk és megvásároljuk a kenyeret, de ez a mondat sokkal többet akar mondani, jelenteni nekünk, mint egy kenyérvásárlást, hogy elmegyek a boltba és veszek 2 kiló kenyeret, hanem amire szükségünk van, hogy azt kérhetjük az Úrtól. Ha valakinek a munkájához szüksége van egy autóra, akkor az a mindennapi kenyérbe beletartozik. Vagy egyéb más problémái lehet egy embernek, és hogy az Úr ezt megadja. Jézus azt mondta egyszer, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, és hogy ő megadja, amire igazán szükségünk van. Amit nem ad meg, jobb is, hogyha nem adja meg, mert talán nem használna nekünk. De ami szükséges, az ő akarata szerint meghallgat minket. János apostol is mondta ezt, akinek nagy tapasztalata volt az imádságban, mert ő is sokat imádkozott, kért, és az Úr meghallgatta őt is. Személyes példákat is tudunk majd elmondani nektek, hogy az Úr hogyan adja meg a mindennapi kenyeret. De átadom a szót Áginak, mert ő készült itt, hogy a mindennapi kenyérről beszéljen. Az Úrtól tanult imádság, az Úri imádság, Jézus imádság, amit a tanítványok kérésére elmondott, akik azt kérték, hogy taníts minket imádkozni, tulajdonképpen tükrözi Jézusnak az egész szentséges lényét és alázatát, amire tanít bennünket az Úr, hogy Istent atyának szólíthatjuk, a Krisztusban való hit alapján új viszonyba kerülhetünk Istennel. Ő a mennyei atyánk, mi pedig gyermekei lettünk a Jézus áldozata és vére kereszt halála által. A mennyei atyához, a mi atyánkhoz bizalommal fordulhatunk. Arra is tanította az Úr a tanítványait a Máté evangélium a 7. részébe, hogy mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik tőle kérünk. Vagyis a mennyei atya csodálatos, végtelen szeretete az, amelyik tükröződik abban, hogy személyes atyánknak szólíthatjuk a Krisztus által. Az Úr valóban jókat ad azoknak, akik tőle kérik.
tőle kell kérni a testi, lelki, szellemi jólétünket is. Mivel odafordulhatunk bizalommal, tőle kérhetünk, így nincs okunk az aggodalomra, mert ő tudja, hogy mire van szükségünk. Még mielőtt kérnénk, ez szintén a Máté Evangélium a 6. részében olvashatjuk. Tele van bizalommal, a feltétlen bizalommal a mennyei atya iránti szeretet. Izrael népe életébe a mindennapi kenyér Istentől való várása jelen volt. Az atyák a fiaknak mondták el, és a fiak az ő fiaiknak, unokáiknak. Amikor Egyiptomból kijött Izrael népe, az a nagyon ágról szakadt rabszolga nép, aki még nem is tudott kenyeret magával vinni, hiszen kovásztalan kenyeret sütöttek meg nagy hirtelen, és ott voltak a pusztai vándorlásba, ellenséggel körülvéve, hatalmas nagy forróságba, nappalonként, és nem volt kenyér. Az emberek, ha szükségben vannak, és nincs meg a mindennapi szükségük, akkor zúgolódnak. Izrael népe is ezt tette, zúgolódott, mert nem volt kenyér. Nem azért zúgolódtak, mert nem volt egy nagyobb darab kenyér, hanem azért, mert egy kicsi se volt. És akkor az Úr azt mondta Mózesnek, hogy ő ad kenyeret. Meghallotta Izrael népének a kiáltását, és az Úr mindig tudja, még mielőtt az ajkunkon lenne a szó, és másnap reggel ott volt a manna, amely a mennyből szállt alá, és annyi volt, hogy mindenkinek bőségesen elég volt, és ez, hogy a mindennapi kenyerünket az Úr a pusztába minden napra adott kenyeret az ő népének. Ha erre gondolok, akkor a szívem mindig nagyon nagy hálával telik meg, mert tudom, hogy a testi szükségeimet is rábízhatom az Úrra, és ő megadja a mindennapi kenyerünket. Az Úr nem hagyott magunkra ebbe a világba, és Izrael népét se hagyta magára ebbe a világba, hanem gondoskodott róluk, és naponta gondoskodott róluk. Bátran járulhatunk a mi mennyeink atyánk elé, és elmondhatjuk a gondjainkat. Imádkozhatunk a mindennapi kenyerünkért. Ő erőt ad, és megszabadít minket a gonosztól, és megadja mindazt, amire szükségünk van. Nem kell magunkért aggódni, hanem bizalommal járulhatunk az Úrhoz. Az életem egyik személyes megtapasztalása a gondviselő jó mennyei atyámról a következő volt, amit már sokszor elmondtam, és meg is osztottam az ige hirdetéseim során, de szívesen elmondom most is, mert az egész életemre megerősített. A 70-es években egy Szabolcs-Szatmár megyei kis faluba szolgáltunk, és hatalmas árvíz volt, mindent ellepett, elszakadt a falu a külvilágtól, és nekünk nem volt se lisztünk, hiszen mi nekünk nem volt háztáink abban az időben, ugye termeltek a falusi emberek a saját konyhájukra dolgokat, és így nem volt kenyerünk se, és nem volt amihez nyúljunk, elhúzódott már ez az idő, 1-2 hét, 3 hét, és hát a férjemmel azt mondtuk, ha nincs kenyerünk, majd böjtölünk. Nem csináltunk különösebb gondot, de gyermekbiblia órát tartottam minden héten, a hét közepének egy napján, és a gyerekek ott voltak a parókián, jöttek mindenki, és a gyermekisten tisztelet végén mindig elmondtuk az úri imádságot, a mi atyánkat. És amikor ott tartottunk, hogy
ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, akkor kopogtak. És az megdöbbentő volt, egy kedves falusi asszony jött, a kezébe egy hatalmas házi sütésű kenyérrel, és a következőket mondta. Önöknek hoztam, mert tudom, hogy önöknek nincs. Megsütöttük a kemencébe, és nagy szeretettel hoztam. És aztán letette a kenyeret, látta, hogy bibliaórát tartunk a gyerekeknek, és elköszönt és elment. És a gyerekek azt mondták, Ági néni, hát éppen ott tartottunk az imádságban, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg ma. Soha nem mondtam el a szükségleteinket, de akkor elmondtam a gyerekeknek, hogy nekünk napok óta nem volt már kenyerünk. Senkinek sem mondtuk, de az Úr tudta és gondoskodott róla. És én a mindennapi kenyérrel kapcsolatban sokszor megtapasztaltam, hogy nagyon sok minden oda tartozik a napi szükséglethez, ahogy itt hallottuk is az előbb, hogy nem csak a mindennapi kenyér. Azok, akik az Úrnak szolgálnak, és az Úréi, mint Izrael népe és az Úr választott népe, azok szeretettel és joggal tarthatnak igényt arra, hogy az Úrnak, amiket elmondanak, hogy azt az Úr megadja. Egy nagyon kedves kortársam volt, akivel együtt értünk meg, és ő az iskola elvégezte után Afrikába került el misszionárusnak, gyerekekkel foglalkozott, nagyon írástudatlan, szegény gyerekekkel, és ugye az őserdőn sokszor kellett volna átmenniük, de hát a sűrűsége miatt, az úttalansága miatt ez nagyon nehéz volt. És a misszionárus férje azt mondta, hogy akkor imádkozzunk egy helikopterért. Az Úrnak van hatalma, az Úr előtt kedves az, hogy mi gyerekekkel foglalkozunk, hogy az evangéliumot adjuk a számukra, hogy a mindennapi élethez szükséges dolgokban segítjük őket. Ha ezt ő jónak látja, ő meg fogja adni. Hát ez egy különös kérés volt, és éppen meglátogatta őket az édesanyám, és akkor kaptak ők egy kedves testvértől egy levelet, amiben az volt, hogy úgy gondoljuk, hogy a helikopter, ami a mi tulajdonunkban van és rendelkezésünkre áll, mi már nem használjuk, és ha elfogadjátok, akkor felajánljuk a missziói szolgálatra. Nagyon hamar megérkezett ez a helikopter. Édesanyám még ült is az első úton benne, amit hálaadással, örömmel tettek meg, és nagyon sokáig használták ezt a kenyai-afrikai misszióba. Ha a mindennapi kenyérhez hozzátartozik a helikopter, Isten majd gondoskodik róla. Jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy nektek erre szükségetek van. Őszintén, hittel imádkozva kell az Úrnak elmondani a szükségleteinket, és csodálatos módon a mi atyánk meghallgatja és megadja azt. Tulajdonképpen Izrael népe is átélte az Úrra való utaltságát, rá volt utalva az Úrra, hogy az Úr a pusztai vándorlás során adja meg a számokra a mindennapi kenyeret, és az Úr nem csak a kenyérről gondoskodott, hanem a hozzávalóról is. Vajon tudok-e figyelni az Úrra, tudok-e várni az Úrra, és tudok-e az Úrtól kérni? Volt egy nagyon kedves testvérem, akit én nagyon szerettem, és az Úrnak egy nagyon szerető szívű gyermeke volt.
egyszer azt mondta nekem, 4 gyerekem van, sokat teszek a misszióért, és sokszor szükségbe vagyunk. De én soha nem mondom el senkinek, hogy mire van szükségünk, mert nem akarok mások pénztárcájára hatással lenni, hogy a lelki ismeretük felinduljon és adjanak. Én csak az Úrnak mondom el, és az Úr minden esetben meghallgat és megadja azt, amire nekem és a gyermekeimnek szüksége van. Istennel minden lehetséges, és amikor a mindennapi kenyérről beszélünk, akkor mindenképpen arra is kell gondolnunk, hogy nem csak fizikai kenyér van, hanem lelki kenyér is. De még mielőtt erre rátérnél, igen. Itt zárójelben megjegyezném azt, hogy az Úr Jézus imádsággal kérte a mindennapi kenyeret a pusztában. És az is egy csodálatos helyzet volt, hogy ott voltak éhesen az emberek, kidülő félbe voltak, nem tudtak élelmiszerhez jutni, és ott mindenki előtt megsokasította, nem ilyen nagy, hatalmas házi kenyerek voltak, hanem ilyen lángosszerű kenyerekről van szó, és hogy az Úr a kevésért hálát adott, az ég felé emelte, és hogy továbbadta, megtörte, és továbbadta, és hogy ebből a kevésből mindenkinek jutott. Tehát ő, az Úr Jézus ugyanazt idézte fel egy más módon, ami a pusztában volt. Nincs kenyerünk, panaszkodtak az emberek. Mózes imádkozott, és annyi manna hullott, hogy alig győzték szedni. Volt, akik mohó módra, még másnapra is be akarták magukat biztosítani, de megmondták előre, hogy csak a mindennapra adja meg az Úr a kenyeret. És itt is az 5000 embert, aztán még egy 4000-es tömeget is ugyanígy megvendégelt az Úr. Hát a férfiakat számolták, igen, meg sokkal nagyobb, igen, lehetett, igen, a tömeg. Tehát nekem még... Ez egy igazi illusztráció, ami Jézus által történt, hogy a mindennapi kenyeret megadja az Úr. Nagyon fontos, hogy úgy imádkozzunk a mennyei atyához, hogy tudjuk azt, hogy ő szerető atya, és ő gondviselő atya. Igen, még valamit, mivel most már lassan az időnk nagyon elhalad, elkezdted mondani, hogy nem csak kenyeret ad, hanem lelki kenyeret is, és egy ige jutott eszembe, amit Jézus mondott a kísértés órájában, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével, amely az ő szájából származik. Gondolom, erre is ki akartál térni, hogy nem csak a kenyér. Igen. Tehát ahogy naponta szükségünk van a kenyérre, és a kenyeret azért nehezen pótolja más hosszú távon, vannak, akik diétáznak meg minden, de azért az nagyon szükséges. Ugyanígy a lelki kenyérre is szükség van naponta. Ha van igényünk rá, hogy magunkhoz vegyük Isten igéjét, hogy elolvassuk, és imádkozzunk azért, hogy az ige tápláljon, hogy legyen személyes üzenetünk, nem csak a történet, hogy Jézus mit tett, nem csak a történet, hogy mi volt az Ószövetség népébe, és az örökkévaló Isten hogyan dicsőítette meg magát, hanem hogy az Úr szóljon személyesen, táplálja a lelkünket. Én nekem van ilyen igényem, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megtérésem után az elöljárok tanítottak is erre, hogy a lelki igény meglegyen a személyes üzenetre, és csodálatos módon az Úr az életemnek minden területén szólt az ő igéjén keresztül, és táplált, utat mutatott, megszentelt az ő igéje által, és szentel meg ma is, és nem csak a gondviselő
Istent ismerhettem meg, a gondviselő mennyei atyát, hanem a bűnbocsájtó, szabadulást adó, a minden gondjaimnak az urát is megismerhettem. A bizalom és a szeretet nagyon fontos. Testvérem, megkérdezhetem, hogy a mai napon olvastál Isten igéjéből, volt személyes üzeneted? Nagyon nagy áldás, amikor az Úr szól hozzánk az ő igéjén keresztül, a Szentlélek által. Még egy dolog van, ami nagyon fontos, akár a lelki, akár a mindennapi kenyérrel kapcsolatban, mégpedig a hálaadás. Arra tanít bennünket az apostol, hogy minden alkalommal hálaadással tárjuk fel kéréseinket Isten előtt. Olyan jó dolog úgy imádkozni, hogy már tudom azt, hogy az Úr meghallgat, mert van bizalmam. Nekem szerető szüleim voltak, és mindent elmondhattam. A vágyaimat, a kéréseimet is tudtam, hogy ők, ami rajtuk áll, azt megteszik. A mennyei atyának hatalmába van minden testi, lelki, szellemi kérésünkre válaszolni, és megismerhetjük a gondviselő Isten szeretetébe, Isten kézzel fogható, mindenek felett való szeretetét. Az Úr megadja azt, ami az életünk fenntartásához szükséges.